mai nap tehát a szaglás zavarokról és az ízérzés zavarokról lesz szó, hogy megértsük, hogy ezeknek a hátterében milyen feloldatlan konfliktusok állnak. És nem véletlenül került ide a címlapra ez a kép, mert ugyanezt a képet betettem a második fóliára is, hogy ne csak szavakkal, hanem képpel is illusztráljam mindazt, amit Hammer doktor a germán gyógytudományról állít, hogy orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. De egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szívünk is, meg józan eszünknek is lennie kell, ahhoz, hogy azokat az igazságokat, felismeréseket, felfedezéseket el tudjuk fogadni, amit dr. Rike Gerdhammer hagyott hátra az emberiségnek. Az ő felfedezései által nem csak azt érthetjük meg, hogy a tüneteink vagy a betegségeink mögött mik a kiváltó valósokok, hanem azt is megértjük, hogy ezek után, hogy mi lehet a megoldás. Mert csak vázlatosan összefoglalva Hammer doktor munkásságának a lényegét, az első törvény, az első természettörvény feltárja számunkra a kiváltó okot, ami ugye a Dirkheimer-szindróma, vagyis hogy mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot. A második törvény leírja, hogy miként zajlanak le azok az úgynevezett betegségek, és tudjuk, hogy két fázisban zajlik le minden ilyen értelmes biológiai különprogram. A harmadik törvény megmutatja, hogy mi történik a két fázis alatt, és akkor tudni fogjuk, hogy a tüneteink éppenséggel mire utalnak. Az, hogy még mindig benne vagyunk a konfliktusban, vagy arra, hogy már éppen megoldottuk. A negyedik törvény tisztázza, hogy kik a segítőink abban, hogy ezeket a biológiai programokat biológiai szinten le is tudjuk zárni. Az ötödik törvény pedig tisztázza számunkra a legfontosabb dolgot, hogy mi az értelme mindannak, ami a mi szervezetünkben történik. És ezek annyira, de annyira fontos dolgok, amit meg kell ismernünk, amit tudnunk kell ahhoz, hogy valós okot, valós okokat tárjunk fel, és ezután ténylegesen valós megoldásban is tudjunk gondolkodni. Amint tudjuk, Hammer doktor a felfedezéseit családi tragédiájának köszönhette, az itt látható 19 éves fiának, Dirkheimernek a halála okozta, akit ugye a savoyai herceg, az olasz trónörökös nemes egyszerűséggel lelőtt tök részegen két lövéssel, és ez a gyerek senkinek nem ártott, egy csónakban aludt, és álmában kapta a két golyót. Ez 78. augusztus 18-án történik, és december 7-én az apja karjai közt meghal, pedig Hammer doktor az a közben eltelt 111 nap alatt mindent elkövetett, hogy a fiát megmentse. Nem jött össze. Hammer doktornak két hónapon belül helyredaganata lett, ami akkori tudásával műtéti megoldással bevállalt, de se kemó, se sukárkezelés nem volt nála. Viszont a kollégák 1%-nál kevesebb túlélési esélyt adtak, mondván, hogy idézőjelben tele van áttétekkel az egész hasa. Na hát, majd ki fog derülni, hogy ezek az áttétek valójában léteznek, vagy nem léteznek. De Hammer doktor elgondolkodik, hogy a fia halála előtt neki semmi különösebb baja nem volt, tehát kell legyen valami kapcsolat a fia halála és az ő heredaganata között. És miután felépül, és 1981-ben már egy nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, természetes, hogy felteszi a kérdést az ott lévő betegeknek, hogy és, drága hölgyem, az ön életében, mielőtt a daganat megjelent, nem élt át egy nagyon súlyos érzelmi konfliktust, megrázkódtatást, ami váratlanul,
meglepetésszerűen érkezett és ebben magányosan benne ragadt? Ez a három kritérium az, ami a DHS, vagyis Dirkheimer szindrómának a kritériumai, de ez ellen senkinek, de senkinek nem lesz biztosítása, hogy nem fog minket az életben valami váratlan, kellemetlen történet élni, aminek a hátterében ne felejtjük, hogy mindig egy félelem áll. Ha valakit jó hír fog utolérni, attól nem fog megbetegedni. Tehát itt mindig egy félelem alapú érzelmi megrázkódtatásról van szó, és az a nagy-nagy probléma, és itt az, ahol mi már beavatkozhatunk, hogy benne maradunk a konfliktusban. Tehát rögtön az első és legfontosabb megoldás az lenne, ha a mai napunkat is lezárnánk békével, megbocsátással, megértéssel, elengedéssel, elfogadással, hálával. Vagyis érzelmileg zárnám le mindazt, amit érzelmileg indítottam el egy félelemmel. Ha ezt nem tesszük meg, akkor viszont ez az egész történet a lélek agyszerv tengelyen elindít egy szervi választ, vagyis az érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítéssel fog szervi választ elindítani. Most ennek a lélek agyszerv tengelynek a leírása, és ezen a táblázatban összefoglalva, egy teljes paradigmaváltás a medicinában. Rájövünk arra, hogy azok a dolgok, amikről eddig azt állítottuk, hogy rossz indulatú, hogy ismeretlen, hogy autoimmun, vagy gyógyíthatatlan, ezek a meghatározások nem állják meg a helyüket, hiszen ha érzelmileg feloldom azt, amit érzelmileg elindítottam, akkor az agy közvetítésével a szervi válasz is a gyógyulás lesz, a teljes gyógyulás. A biológiai testünk képes mindent helyreállítani, ha ezt neki megengedjük. A lélek szó alatt nem azt a nagybetűs lelket értjük, akinek köszönhetjük a jelenlétünket ebben a biológiai testben, hanem itt egy pszichés megrázkódtatásról van szó. Félelmet az állatok is megélnek. Náluk is van súlyos, váratlan félelem megjelenése, és erre ők is elindítják a biológiai válaszokat, csak hogy van egy nagy-nagy különbség. Kérem szépen, az állatok nem maradnak benne a konfliktusban. Viszont rögzítik a sineket, mivel nem tudják a félelmet érzelmileg feloldani, mint az ember fel tudja, ezért ő nekik a sinek jelentik a túlélésüket. Tehát nem fognak megint egy olyan helyre menni, ahol már megütötték a bokájukat. Ha olyan jelekkel találkoznak, ami valamikor egy veszélyt előrejelzett számukra, akkor a jelek jelentése az lesz számukra, hogy innen menekülni kell. Tehát a sinek a túlélésünket szolgálják, és nem pedig a szivatásunkat, hogy még betegebbek legyünk. Viszont a sinek eltűnnek, nem lesz belőle semmi, ha érzelmileg oldjuk föl mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Amit elindítunk, az egy értelmes biológiai különprogram. Értelmes, mert minden biológiai lény az egész élete folyamán a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Egy biológiai program, mert a biológiai testünkben zajlik, és egy külön program. Kérem szépen, külön program, mert különben nem indul el, csak ha én elindítom. Vagyis senki se unalmában fog megbetegedni. De ha lezárnánk békével a napjainkat, akkor valójában itt be is fejezhetném a bemutatót, mert minden, de minden túlélő programunkra, értelmes biológiai külön programunkra igaz, hogyha idejében lezárom, akkor kérem szépen, nem fogok szenvedni a megoldásban, amiről aztán majd a második természettörvény fog számunkra újabb dolgokat tisztázni. Nos, a következő lépésben azért nem árt, ha tudjuk, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. És ez egy megint egy nagyon-nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés,
hogy soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én azt miként éltem meg. És ezért hívom fel a figyelmet, hogy legyünk szívesek megengedni a betegnek, hogy ő írja le a levelét. Ha nem tud írni, akkor amit ő szó szerint diktál, azt írjuk le, mert már a szó használatában benne van a megélése és a ráadott biológiai válasza. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt megértsük, hogy az egyetlen valóság mindenki számára csak is a saját megélése lehet, mert ez fogja meghatározni, hogy milyen értelmes biológiai programot indítunk el. És ezért szerepel a weblapnak a főoldalán ez a bekerített mondat, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Mert nem az a lényeg, hogy mi történt, hanem hogy mit élt meg a beteg, és ezt csak ő fogja tudni feloldani. Én a Hammer doktor táblázata segítségével rá tudok kérdezni dolgokra, de mindazt a beteg fogja beazonosítani, hogy az úgy volt, vagy nem úgy volt, és ez lesz az, ami támpontot nyújt számára, hogy mit kell valójában megoldani. Nos, ha nem zárjuk le békével a napjainkat, akkor élvezhetjük a második természettörvény igazságait, ugyanis elindul a DHS becsapódása után, elindul micsoda a konfliktus aktív fázis. És ez pontosan addig fog tartani, ameddig meg nem oldom magát a konfliktust. Ez teljesen logikus. De honnan ismerem fel a konfliktus aktív fázist? Hát onnan, hogy feszült vagyok, ideges vagyok, zakatol az agyam, azon jár folyamatosan, azon a konfliktuson, amit még mindig nem tudtam lezárni, még gondolatilag sem, nemhogy érzelmileg, ezért nem tudok éjszaka aludni, felébredek álmomból, minden éjjel 2:30-kor felébredek, vajon miért? Vagy nehezen tudok elaludni, és ez lesz az, ami megmagyarázza számunkra, hogy van valami, amit mi nem zártunk le. Nagyon egyszerűen fölteszem a kérdést, miért nem vagy boldog? Miért nincs meg a belső békéd és nyugalmad? Mi az, ami a boldogságodhoz hiányzik? Mi az, ami nem úgy történt, ahogy szeretnéd, vagy el se tudtad volna képzelni, hogy ez megtörténhet? Na, ha ezekre a kérdésekre megadom a választ, akkor már tudom, hogy mi a fenének nem tudok nyugodtan enni, nincsen étvágyam, miért fagyok le, miért magas a vérnyomásom, magas a pulzusom, stb. Amit egyszerűen csak úgy szoktunk nevezni, hogy stressz. No, de kérem, amikor megtörtént a konfliktus becsapódása, annak nyoma lesz az agyon. Az agyi térképen, ugye lélek vagy szerv szinten történik minden. Tehát ez a félelmének rászkodhatást, ha megnézem a koponya alappal párhuzamos síkokat, akkor itt látunk egy ilyen metszetet, mondjuk ezen a szinten. Azt látjuk, hogy itt körkörös gyűrűk vannak. Igen, ez az a hatalmas energiahullám, ami becsapódott egy Hammeri gózba, vagyis egy agyirelébe, és ez a hatalmas energiahullám létrehoz ezeket a körkörös gyűrűket kontraszt anyag nélküli koponya CT-n, vagyis olyan röntgenfelvétel, amit számítógép irányít, és rétegfelvételeket képez, készít az agy különböző magasságában, a koponya alappal párhuzamosan. Vannak másfajta metszetek, vannak hosszanti metszetek, vannak paraszagittális metszetek, nem akarok ebbe belemenni. Ezen az egyszerű képen látható, hogy itt van egy konfliktus aktív fázisban valami. De könyörgök, csak el tudja valaki mondani nekem, hogy miért nem boldog, vagy mi az, ami nem úgy sikerült, ahogy ő elképzelte. Tehát ezért szerintem még nem kéne rögtön valakinek koponya CT-t csinálni. Nyilvánvaló, hogy a konfliktus aktív fázis addig fog tartani, amíg le nem zárjuk a magát a konfliktust. Na most ez a lezárás, ugye, ha valóban tudatosan békével történik, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával, akkor azt mondom, hogy érzelmileg lezártam. Akkor nincsen semmi probléma, mert eltűnnek a sinek. Viszont ha csak azért oldódott fel a konfliktus, mert megváltoztak a körülmények, véget ért a karantén,
És most már befejezem a hatalmas gyanakvásomat, hogy vajon mi lesz, vajon hogy lesz, vajon elkapom-e, vajon, vagyis gyanakszom. Ki akarom szimatolni a veszélyt. Ezért hívjuk bűzkonfliktusnak az ilyet. A megoldásban kérem szépen jönni fog a gyulladásos tünet, mondjam úgy, hogy a takonykor tünetei, ugye az ornyák, a hártya felduzzad, lesz bőséges orrvállalékozás, gyulladás lesz szervi szinten, mert a bűzkonfliktus ugye az ornyák, a hártyát érinti. És az ödéma, az a duzzanat, ami szervi szinten létrejön, az természetesen, hogy agyi szinten is megjelenik, mert minden lélek agyszer szinten történik, és ez az ödéma fog létrehozni olyan gócokat, amiket itt látunk. Ez nem a bűzkonfliktusnak a góca, ez egy veszteségkonfliktusnak a megoldásába átmenő rész, tehát itt megoldotta valaki a veszteségkonfliktusát, ami annyit jelent, hogy egy szeretett élőlény elvesztése, és nem valami tárgyi emlék elvesztése, vagy itt feloldotta egy birtok vesztéskonfliktust valaki, és innentől kezdve, amikor megoldotta, akkor a megoldás követő fázisban élvezhetjük a gyógyulásnak a tüneteit. Kérem szépen jegyezzük meg, a gyógyulás tüneteiről beszélünk, amit mi betegségnek nevezünk. Igen, mert megjelenik a gyulladás, a rubor, tumor, kálor, dolor, funkció léza. Ezt már mindenki tudja, aki régóta hallgatja a webkonferenciát, hogy piros, hogy duzzad, hogy meleg, hogy fáj is, hogy nem működik megfelelően, szervi szinten az, ami érintett. Ez már a középkorban leírták a gyulladás tüneteit, és ez a vízgyülem fog fejfájást okozni, mert ugye az agyunk nem tágul, mint a hasunk. A megoldás követő fázisnak a második szakasza az epileptoid krízis. Nos, ez mondjuk itt egyszerűen egy tüsszentést jelent, és ezzel az epileptoid krízisen túl vagyunk, ez a legegyszerűbb epileptoid krízis, viszont más programoknál ez az epileptoid krízis, ez akár életveszélyes helyzetet is hozhat. Miért? Ja, mert túl sokáig ültem a konfliktus aktív fázisban. Minden, de minden tőlünk függ, ezt ne feledjük el. Az, hogy mennyire fogunk szenvedni a megoldás követő fázisban, milyen erősek lesznek a gyógyulás tünetei, ez megint csak tőlünk függ, és ezért lenne jó lezárni békével a napjainkat. Most itt sok mindent megtapasztalhatunk, különböző programok itt vannak a tudományos táblázaton. Ezt kérem szépen a szívmegállástól, a mélyvénás trombózósig, az epegörcs, vesgörcs és egyéb súlyos tünetektől egészen odáig is elmehet, hogy éppen megszűnik az ízületi fájdalma. Mert itt az exudatív fázisban igencsak fájt az ízületem, de itt megszűnik. De lehet, hogy izomgörcsöm lesz, vagy éppen epilepsziás görcsrohamom, mert egyszerre oldok fel egy elválasztási konfliktust és egy mozgáshoz kötődő konfliktust, és ebből lesz az epilepsziás görcsroham, ezért nevezi Hammer doktor ezt epileptoid krízisnek. Amikor meg csak izomgörcsről van szó, akkor az epileptikus krízis. Na, már túlságosan részletes vagyok. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy amikor a tünetek felerősödnek, akkor már a gyógyulási szakasznak a közepén vagyunk. Ezután ennek a leszálló ágába az következik be, hogy kipréseljük a vizet agyi szinten és szervi szinten, tehát több folyadékot ürítünk, több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. Ezt látjuk ezen a két relén. Nézzük meg, hogy belül még sötétebb, és körülötte már kezd feltisztulni a relének a képe, vagy ugyanezt látjuk ezen a relén is. Megindult a folyadéknak a kiürülése, megszűnik a fejfájás, több lesz a vizeletem, jó a hangulatom, túl vagyok a nehezén, megjött az étvágyam, már tudok enni, de ajajajaj, nagy baj van, mert azt érzem, olyan gyenge vagyok, mint a mosott kaki.
Na ez semmi más nem jelent, csak az, hogy átjutottunk az utolsó részébe a megoldást követő fázisnak, a hegesedési fázisba. Mert az a szövet, amit az exudatív fázisban még egy laza szerkezetű szövet, az itt fog megerősödni. És azért lesz megint meleg tünetem, ugye azért a piros szín erre utal, hogy meleg tünetek jelentkeznek, hogy maradjak veszteg, maradjak az ágyban, nem menjek el dolgozni, és várjam meg, hogy a biológia befejezze mindazt, amit én elindítottam benne. Mert én voltam az, aki ezt az egészet elindította, ne feledjük, hogy ez egy külön program. Hát ugye ez így nagyon szép és jó, és mindjárt feltehetjük a kérdést, hogy jó, de akkor miért nem gyógyulok már meg, és mikor gyógyulok már meg, és hol tartok én valójában. Tudom, hogy ezernyi kérdés vetődik fel a hallgatóságban, de hallgassuk végig az egészet, és akkor minden a helyére kerül. Ha szépen sorban lépcsőként megyünk fölfelé a tudás elsajátításába, akkor az egyik ismeret épül a másikra, és nem össze-vissza. Tehát csak türelmet kérek, és még további fokozott figyelmet, hogy megértsük, hogy hogyan működünk. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Na most a konfliktus aktív fázis és a megoldás követő fázis tüneteit a medicina leírja. Hát van a fájdalomról külön webkonferencia előadás, és ki fog derülni, hogy van olyan, amikor a fájdalom itt a konfliktus aktív fázisban jelenik meg. Olyan programok is vannak, de ez az eseteknek 5 maximum 10%-ában fordul elő. Az általános, a leggyakoribb dolog az, hogy itt az exudatív fázisban jelennek meg a gyulladás tünetei. Tehát amikor már éppen mondjuk egy vastagbél programot kezdek lebontani, akkor ott meg fognak jelenni a tünetek, a gennyes, véres, széklettel, gyulladással, fájdalommal, izomgörcsökkel. A legelősebb izomgörcs itt lesz az epileptoid krízisben. Itt le is szakadhat az egész daganatos szövet, és nemes egyszerűséggel természetes úton távozik a cucc. De utána még jön a nagyfokú fáradtság, ami azt jelenti, hogy éppen gyógyulok. Na de most, ha én ettől megint szarul érzem magam, hogy ilyen gyenge vagyok, mint a mosott kaki, ugye, utaltam rá, akkor mit csinálok? Akkor leállítom a gyógyulásomat, visszatérek ide a konfliktus aktív fázisba, és akkor mikor fogok már meggyógyulni? Akkor nem fogok meggyógyulni. Tehát értsük meg, hogy ha megnézzük, mitől akad el a gyógyulásunk című előadást, akkor egy csomó kérdésre választ fogunk kapni. Jegyezzük fel, hogy melyek azok a kiegészítő előadások, amik segítenek nekünk a további részletek megértésében. Nos, az, hogy mi fog történni a konfliktusaktív és megoldás követő fázisban, azt Hammer doktor úgy fedezte fel, hogy visszalapozott az embriológiába, amit magyarul úgy hívunk, hogy egyetfejlődés. Az embriológia foglalkozik azzal, hogy mi történik a 9 hónap alatt az anyamében, vagyis a megtermékenyített petesegyből hogyan alakítottuk ki mindannyian a biológiai testünket. És a megtermékenyített petesegy osztódása elér egy abba az állapotba, amit már nem szedercsíra állapotnak nevezünk, mert a szedercsíra állapot sejtjei átrendeződnek 3 csíra lemezbe, és ezt látjuk ezen a rajzon. Kívül a piros, középen a narancssárga, és belül a sárga színnel jelzett sejteket találjuk. Ami belül van, nagyon egyszerű, az a belső csiralemez, vagy endoderma. Ami kívül van, az a külső csiralemez, vagy ektoderma. Ami meg középen a kettő között van, az a középső csiralemez, vagy mezoderma. Ugye milyen egyszerű? Na most ezekből a csiralemezből bizonyos sejtek fognak kialakulni, amit látjuk itt a nyilaknál, és ezek a sejtek egy életen át azt a szerepet töltik be, amire hivatottak. Nem fog egyik sejt útközben, 30 éves koromban átalakulni valami mássá. Nem lesz egy vastagbél nyálkahártya sejtből tüdősejt. Hát ez teljes képtelenség. Ezt úgy kéne elképzelni, hogy a
Itt a falból a tégla gondol egy nagyot, és merészet, felmegy a tetőre, és cserépé alakul. Hát aki ezt el tudja képzelni, azt elhiszem, hogy el tudja képzelni, hogy vannak metasztázisok, vagyis áttétek. Ilyen nincs a biológiában. Láthatjuk, hogy egyszer is véglegesen kialakulnak a sejtek, és ezeknek a sejteknek megvannak a főnökei. Megvan az az idegi központ, ami irányítja őket, és ez sem véletlenszerű, ami itt és most itt rajzban megjelenik. Nem akarok további részletekbe belemenni, hiszen nem ettől fog valaki meggyógyulni, ez csak a megértéshez megadja az alapot, hogy el tudjam fogadni, hogy a hála Istennek a biológiában rend uralkodik. Rend van és hierarchia. Hál' Istennek nem demokrácia, mert akkor az élet már rég kipusztult volna. A harmadik természettörvény, amit viszont jó lenne, ha megjegyeznénk, arról szól, hogy mi a biológia működésének az alapja. Mondhatnám azt is, hogy mi az orvostudomány alapja. Az alap arról szól, hogy az embriológiából, az egyetfejlődésből következik, hogy lesznek sejtek, amelyek a konfliktus aktív fázisban szaporodnak, látjuk, az agytörzs és kisagy által irányított programok, lesznek olyan sejtek, amelyek a konfliktus aktív fázisban sorvadással reagálnak, és lesz olyan helyzet, amikor nem a sejtek száma változik, hanem a működése gátlódik, és természetes, hogy a megoldást követő fázisban ennek a fordítottja történik. Mert nem tartunk el felesleges sejteket, tehát lebontjuk azokat, amelyek már feleslegesek, ha megoldottuk a programot. A hiányzó sejteket vissza fogjuk építeni, hogyha már a programot megoldottuk. És a működést vissza fogjuk állítani, hogyha megoldottuk a programot. Én úgy gondolom, hogy ennek megértéséhez abszolút semmilyen, de semmilyen előtanulmányra nincs szükség. Ahogy mondani szoktam, ez a világ legegyszerűbb egyenletrendszere. És ráadásul nem vagyunk egyedül ebben a történetben, mert a bennünk élő mikróbák, mikroorganizmusok, vagyis mikroszkóppal látható kicsi élőlények, ezek az egyetfejlődéshez kötötten segítenek nekünk, vagyis csíralemezekhez kötötten. Azok a programok, ami az agytörzs irányítása alatt állnak és sejtszintű szaporítással indulnak, a megoldás követő fázisban a gombák segítségével fogják lebontani mindazt, ami már felesleges. Ugye az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le. A kisagy által vezérelt programoknál a felesleges sejteket, ugye mert itt is előbb szaporítunk, a gomba baktériumok fogják lebontani, ezeket amúgy TBC baktériumoknak is nevezik. Ők fogják segíteni a szervezetünket, hogy helyreállítsuk a megfelelő egyensúlyt. Az agyvelő által irányított programoknál a baktériumok fognak segíteni nekünk, és ezek a baktériumok a megoldás követő fázisban jelennek meg, és itt fognak segíteni abban, hogy visszaépítsük mindazt, amit lebontottunk a konfliktus aktív fázisban. Az agykéreg által irányított programban a vírusok fognak segíteni abban, hogy a lesorvasztott sejteket visszaépítsük. Vagyis, mit jelent ez a gyakorlatban? Amikor azt mondják, hogy humán papilloma vírusról beszélünk, mert az ugye méhnyakrákot okoz a tévhiedelmek szerint, ez csak azt jelenti, ha ki tudják mutatni, hogy éppen a féltékenységet a hölgy megoldotta, és a humán papilloma vírus szeretne segíteni, visszaépíteni a hiányzó nyálkahártyát. Erre mi mit csinálunk? Adunk oltást ellene, hogy nehogy sikerüljön a művelet. Ilyen a hepatitis vírus, a B, a C és a többi, amit felfedeztek, az A hepatitis nem ide tartozik, ami megoldást követő fázisban segít nekem visszaépíteni azokat a lesorvasztott nyálkahártya sejteket, amelyek az epeutakat bélelik. De csinálunk oltást hepatitis ellen. És folytathatnám a történetet ugyanígy a baktériumokkal vagy a gombákkal, hogy mit adunk fehér folyásra és egyebek, csak mondtam néhány példát azért, hogy megértsük, hogy ezek a kórokozóknak nevezett
élőlények velünk teljes békében élnek, szimbiózisban, de nyilvánvaló, hogy túl fognak itt szaporodni, abban az esetben, ha túl hosszú volt a konfliktus aktív fázis, vagy a krónikus betegséget indítok el. Vagyis, ha nem oldom fel a konfliktusomat, akkor a gombák és a gombabaktériumok túlszaporodnak, mert ők már a DHS becsapódásával elkezdenek szaporodni. A baktériumok és a vírusok majd a megoldás követő fázisban fognak szaporodni, és ezért lesz az, hogy függő gyógyulásban a hepatitis C-t ki fogják mutatni. Vagy a visszatérő történetek policiklikus lefolyásnál eltűnik és újra megjelenik, eltűnik és újra megjelenik, mondjuk a Helicobacter pylori a gyomorsavban. Ez, ami a mikroorganizmusokat illeti. De kérem szépen, mit jelentenek ezek a grafikonok? Azt jelenti, hogy ha függő konfliktus aktivitásban vagyok, el se jutottam a megoldásig, tehát a stressz minden örömét élvezem, ezek az emberek nem egy programot indítanak el, de hogy legalább 5-öt vagy 10-et. Most válaszoltam egy levélre, amiben 12 programot sorol fel a levélíró, és megírtam neki, hogy ezt levélben nem fogjuk megoldani. Ez képtelenség, én 3 órát nem fogok egy levelet írni, csak azért, hogy valaki vagy elfogadja, vagy nem fogadja el, amit én megírtam. Jelenjen meg egy webkonferencián, jöjjön el egy 3 napos képzésre, és ne csak megértse, hogy mi áll a tünetei mögött, hanem tanulja meg azokat megoldani. Mert ez volna a lényeges szerintem, hogy meg is oldjuk. Ne csak felismerjem, hogy mi a baj, mert akkor csak tudományosan szenvedek tovább, hanem le is zárjam a történeteket. És mivel neki is voltak bénulásos tünetei, természetes, hogy a 3 napos képzést fogom ajánlani, mert amikor bénulásról van szó, akkor itt vagyok a függő konfliktus aktivitásban. A függő gyógyulás, ez ugye azt jelenti, hogy átbillentem én a megoldási szakaszba, de hát nem volt érzelmileg lezárva semmi, és amit látjuk, túl gyakran jönnek a sinek. Ezek nem epileptoid krízisek, ezek a kékkel jelzett kicsi megszakítások pontosan a gyógyulást szakítják meg, és ezért folyamatosan fogom csinálni azt, amit a gyógyulási fázisban csinálok. Na, ennek aztán megvannak a veszélyei, mert ha a gyógyulási fázisban én sejteket építek vissza, akkor túl sokat fogok visszaépíteni. Ha sejteket bontok le, akkor túl sokat fogok lebontani. Mondjuk ebből fog kialakulni egy pajzsmirigyelégtelenség. És ez az egész történet, ne felejtjük, hogy mivel minden lélek agyszerv szinten zajlik, nem csak szervi, hanem agyi szintű problémákat is fog okozni, amire aztán különböző elnevezéseket adnak. A policiklikus lefolyásnál viszont eljutunk a program végéig, de mivel nem volt érzelmileg feloldva, ezért újra és újra és újra elindulnak. Vagy azért, mert sínre kerültem, vagy azért, mert a programot magát nem oldottam meg érzelmileg, és ha csináltam egyszer egy emlődaganatot, akkor 2 év múlva tudok még egyet is csinálni, meg még egyet, mert még mindig nem szoktam le arról a 3 konfliktusról, ami az emlődaganat kialakulásához vezet, tessenek megnézni, a mellőről szóló webkonferencia anyagot. És itt van az 5. természettörvény, ami a megértésnek a törvénye. És a megértésnek a lényege az, hogy mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Vagyis ha megfordítom, mit jelent ez? Mi a biológiai lényeknek az alapvető félelme? A halálfélelem és a faj kipusztulásától való félelem. És az ember, mint biológiai lény, ugyanezek miatt él félelemben, és erre játszik rá a világ, világszintű halálfélelmet indítunk el, mert kitaláljuk, hogy mostan világjárvány van, ja, ehhez meg kellett módosítani a régi adatokat, mert mikor én még egyetemre jártam, a világjárvány, az tényleg világjárvány lett volna, ha olyan méretű lett volna, mint annak idején.
Azt megtanították. De hát a WHO már átírta ezeket az adatokat. Most már, ha eltűszenti magát egy légy, abból is világjárvány lesz. Tehát tessenek csak nyugodtan utána olvasni a dolgoknak, és nem kéne mindent elhinni, amit a médiákon, a csöveken kipufognak felénk. Mindenkinek joga van a tájékozódáshoz, és nem biztos, hogy a TV mondja el az igazságot. Szóval túlélés és fajfenntartás, én azt hiszem, erre mindenki rájön, ha kinéz a természetbe, és ehhez nem kell se állatkísérlet, vagy statisztika. És feltennék itt még egy kérdést. Tessenek nekem megmondani, melyik a jó mókus, és melyik a rossz mókus? Van ilyen? Melyik a jó nyuszi, és melyik a rossz nyuszi? Van ilyen? Mindenre szükség van. Réka megadta a választ mindenki helyett, aki most hallgatja a webkonferenciát. Nincs rossz mókus, nincs rossz nyuszi, csak mókus van, meg nyuszi van. Tehát nincs rossz indulatú, meg jó indulatú betegség, csak értelmes biológiai külön programok vannak. Ezt tessenek megérteni, és ez azért nagyon lényeges, hogy vegyünk egy mély levegőt, és megnyugodjunk, hogy nem halok meg azért, mert mondtak nekem egy súlyos diagnózist. Az az ő fejében van, hogy ez rossz indulatú. Oké, hát ha úgy gondolja, legyen úgy. Én nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy nem úgy van. Mindenki döbbenjen rá maga, és ehhez elég, ha kinéz a természetbe. Ehhez nem kell állatkísérlet, se semmi más. Remélem, hogy ezekkel az alaptörvényekkel, ha ezt megismertük, végre mindenki megnyugszik, és innentől érdeklődéssel figyeli, hogy na hogyan tudjuk magunkat tönkretenni. Hát ez a táblázat pontosan erről szól, hogy melyek azok a konfliktus típusok, amelyek miatt mi elindítunk egy külön programot. Felteszem a kérdést, mi kell a túléléshez? Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ennyi. Nem mondtam, hogy kell az anyám, kell a gyerekem, kell a szomszédom, vagy kell az államfőnek a segélye. Semmilyenre nincs szükség, a túlélés ennyiről szól. Mondom még egyszer, levegő, víz, táplálék, fény, hang. Ezeket meg kell kapjam, hogy túléljek, és ezért ezeket a konfliktusokat Hámed doktor falat konfliktusoknak nevezte el. Tehát van levegőfalat, vízfalat, fényfalat, hangfalat. Érthető? És nyilvánvaló táplálékfalat. Na most a legsúlyosabb dolgot, amit el tudunk önmagunk ellen követni, a legnagyobb öngólt az jelenti, ha a szüntelenül szenvedő szegény én szerepbe belebújok. Doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Kérem szépen, ez nem így működik. Erre tanítottak minket, hogy majd, ha beteg lesz, az az orvos meggyógyít. Nem, kérem szépen. Én nem betegítettem meg senkit, meg nem is gyógyítottam még meg senkit se, tessenek megnyugodni, de mindenki meggyógyult, akinek szíve és józan esze van. Mert a magánynak a megélése az egy hatalmas nagy tévedés, de erről is van legalább 3 webkonferencia, 2 a veséről és 1 külön a magányról. Tessenek megnézni. És akkor a víz visszatartása nem fog megtörténni, vagyis nem fogok öngolt rúgni, és ideje előtt frekvenciát váltani. Az agytörzsről szóló programokat természetes itt fogjuk megtalálni, a sárga oszlopban, Hámer doktor könyvében, és itt az alján pedig a sima izmokról szóló túlélő programokat fogjuk megtalálni. Tehát ez az agytörzs. Itt még nem beszélünk kezűségről, hogy jobbkezes vagyok, vagy balkezes vagyok, itt csak annyit jelent, hogy jobb oldalt bemegy a kaja, bal oldalt kimegy a kaka, de ezekről a részleteket az agytörzsel kapcsolatos programokban fogjuk megtalálni, a falat konfliktusok címszó alatt összefoglalva. A kisagy. Kérem szépen, a kisagyat itt találjuk az agytörzs mögött. Az agytörzs ez a sárga, a mögötte a kisagy, és a kettő együtt,
A kettő együtt fogja képezni az ős agyat. Mind a kettő arról szól, hogy konfliktus aktív fázisban szaporítom a sejteket. Tehát a megoldásban lebontom. Ha ez az ős agy, akkor ami fölötte van, ez így, ez viszont a nagy agy. És a nagy agynak van az agykérgi része pirossal, és benne alatta az agyvelő. Az agyvelő narancssárga, és ez mindig sejtszintű sorvasztással indít, és az agykéreg sejtszinten is mindig sorvaszt, vagy ha nem a sejtekkel dolgozunk, akkor a működést gátolja, ami majd visszaáll a megoldást követő fázisban. Tehát akkor ez így, remélem, hogy érthető volt. Nos, a kis agy a vélt vagy valós támadással foglalkozik. Miért mondom, hogy vélt vagy valós támadás? Mert a nagyokos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És ez vonatkozik minden programra. Mert a biológiám falatként fog föl mindent, amire azt mondom, hogy ez kell nekem, szükségem van rá, ezt meg kell szerezzem. És tárcsatornai programot indítok el rá. A kisagyom vélt vagy valós támadásoknál nem kell engem megverjenek, elég, ha attól félek, hogy meg fognak verni. A bemocskoltság nem azt jelenti, hogy beleestem a pöcegödörbe, hanem hogy beszennyezték a becsületemet például. A gondozási konfliktus pedig azt jelenti, hogy túlzásba vittem az aggódást, és ez mind-mind sejtszintű sejtszaporítást fog elindítani, tehát tumor növekedést, daganat növekedést fog elindítani a tej termelő mirigy állományban. A lebontásban persze majd a nyirokcsomók segítenek megoldani azt a felesleges sejt halmaznak az újrahasznosítását, amit nem csak nem dobunk ki nemes egyszerűséggel a kukába, hanem abból még a felhasználható dolgokat hasznosítja a szervezetünk. Az agyvelőnél tessenek megjegyezni ezt az egyenletet, hogy leértékelés, az egyenlő önpusztítás. Vagyis azt jelenti, hogy sorvasztom a sejteket, és nem fáj semmi. Ezért nagyon sunnyi a dolog. Viszont a megoldásba, mikor jön a visszaépítés, akkor jön a fájdalom is. Ez a legtöbb előadás témája, az mind az önleértékeléssel kapcsolatos. Az agykéreg által vezérelt programokat a piros mezőben találjuk, és mint mondtam, a sejtszinten itt is sorvasztani fogunk konfliktus aktív fázisban, majd megoldásba visszaépítünk. Az agykéreg pedig indítja még a sejtek működés változását, vagyis blokkolását, amit vissza fogunk állítani a megoldás követő fázisba. Itt birtok elválasztási konfliktusok csapódnak, de illetve birtokzónán kívüli konfliktusok is, amelyek a könyvmirigy, a nyálmirigy kivezető csatornát érinti, vagy ősi kopoltyúíveknek a tágítását jelenti, vagy a nyelőcső felső kétharmad részének a tágítását jelenti. Ezek külön kis finomságok, amik erről szólnak. A legújabb összefoglaló könyvemben, ami a tudományos táblázatnak a kibővített formája, ezekről szépen, részletesen és remélem, hogy érthetően olvashatom. A kérdés még mindig az, miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tegyük feleslegessé őket. Ha ezt az előadást megkeressük, a weblapnak a videói között, tehát ott, amikor arról beszélek, hogy rákapcsolok a germán gyógytudomány menüpontra, és onnan a videókra, akkor megtaláljuk a webkonferencia anyagokat, és most tettem be előadás előtt a miért élünk meg konfliktusokat, hogyan tegyük feleslegessé alá, azt, hogy miért választod mindig a szenvedést. Ezek után feltehetnék a kérdést, hogy ha ez mindig igaz, akkor miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Hát ugye nagyon jó kérdés. Hammer doktornak a
téziseit igazolták, itt van az igazolvány, a biológiai természettörvényeket a Nagyszombati Egyetemen igazolták, mert a németországi Tübingeni Egyetem, ahova a Hámer doktor beadta a téziseit, nem volt hajlandó foglalkozni azzal, amire ő felszólítást kapott. Ugyanis törvényszéki, bírósági ítélet volt az, hogy az egyetemnek döntést kell hoznia, hogy Hámer doktornak igaza van, vagy nincs igaza. És mai napig nem óhajt vele foglalkozni az egyetem. Tehát ez egy érdekes történet, de erről is volt előadásunk, ugye, hogy az öt természet törvény elismeréséről. Nos, akkor a szaglásról a kutatások régóta folynak, 2004-ben Nobel-díjat kapott érte Richard Axelt és Linda Buck, ezek amerikai kutatók, mert sok mindent felfedeztek, mondom 2004-ben. Azt tudjuk, hogy a feromonok azok olyan illatanyagok, hogy így mondjam, amit nem tudatosan érzékelünk, de az érzékküszöb alatt hatnak, viszont befolyásolják a szaporodáshoz kötődő folyamatokat és viselkedéseket. Nos, ez egy nagyon érdekes dolog. Ezeket a feromonokat nagyon jól érzékelik az állatok, amikor ugye elindul a párzási időszak, és gyakorlatilag ezekre a feromonokra indul be a hormonális változás a párzási időszakban. Na, ez nekünk is, hogy is mondjam, ez a feromonoknak az érzékelése nálunk is biztosítva van, mégpedig a vomeronazális szervvel. És ez a vomeronazális szerv, ugye már természetes, hogy hivatalosan nincs elismerve, pedig igenis sokan foglalkoztak vele, ez pontosan itt van, ahol meg tudok egy pöttyöt tenni, pontosan itt van az érzékelő sejteknek egy csoportja, ami összekötetésben van az orrnyílással, ez itt egészen az orrüreg bejáratánál oldalt. Mondhatnánk, drága uraim, hogy a hölgyek az orrunknál fogva vezetnek minket, mert vannak azok az illatanyagok, ami után így húzzuk az orrunkat és megyünk utána, szóval ilyeneket azért szoktok látni, amikor megfelelő csábító illatokat érzek. Most nem arról beszélek, hogy a sarkon sütik a lángost, mert azokat nem a feromonokkal érezzük, azt a szaglóreceptorokkal érezzük, de a köznyelben benne van az, hogy azt mondják, hogy nem működött a kémia. Van, aki így magyarázza meg, hogy valakivel miért nem tudott megfelelő kapcsolatot létrehozni, mert nem működött a kémia. Hát kérem, amikor egy párkapcsolat még csak kémiai szinten mozog, hát az elég súlyos dolog, de jó lenne, hogyha ezeken a dolgokon túllépnénk és megpróbálnánk az egészet úgy érzékelni és úgy fölfogni, hogy a szaglás az kiegészíti az érzékelésünket és segít nekünk abban, hogy ezt a világot még jobban megismerjük, mint eddig. Nos, a szaglással kapcsolatosan Hámer doktor nagyon röviden és tömören fogalmaz, amikor nyálkahártya programról beszélünk, mert a szaglásnál fogunk nyálkahártya programról is beszélni, meg működésváltozásról is beszélni. Tehát két dologról van szó. Amikor én valamit ki akarom szagolni a veszélyt, mert bűzlik ez nekem, hogy átvernek, bűzlik, hogy nem mondanak igazat, akkor konfliktus aktív fázisban itt szépen annyit fogok csinálni, hogy sorvasztom az orrnak a nyálkahártyáját érzéketlenül, nem fáj semmi. Majd a megoldási fázisban itt jön egyszer a takonykor, és itt pedig kérem, jön a nagy szív, és meg volt a tüsszentés, ez egy epileptoid krízis, és mindig megköszönöm, hogy valaki visszajelzi tanfolyamon, hogy az, amit mondtam, az számára egy nagy igazságot jelentett, vagy egy nagy felismerést.
Tehát az orr-nyálkahártya program, ez ameddig be tudunk nyúlni, itt az orrunkban láthatjuk, itt fel van tárva orrterpesszel. Ez egy nagyon egyszerű történet, és a szagló, a nyálkahártya programnak az a biológiai értelme, hogy itt a konfliktus aktív fázisban, amikor én sorvasztom a nyálkahártyámat, akkor ezáltal tudjam fokozni a szagló hámnak az érzékenységét. Tehát, hogy tudjam kiszagolni a bűzt. Most képzeljük el, hogy azért a nyuszinak ki kell szagolnia a rókának az illatát, és ha a szél hozza számára a róka illatát, hát akkor menekülésre fogja fogni. Tehát ez egy nagyon egyszerű történet, amiben megjelenik az orrvérzés, az epileptoid krízisben, ha nagyon intenzív volt a konfliktus aktív fázis. Tehát a náthát, mint olyan kiveséztük, és tudjuk, hogy a sinek fogják okozni az allergiákat. Tehát nem azért vagyok én allergiás a pollenekre, a parlagfűre, vagy a hásvára, vagy a nem tudom én milyen pollenre, mert az meg akar engem ölni, hanem akkor, amikor virágzott a hársfa, éppen akkor mondott valami gyanúsat nekem a szerelmem a hársfa illat alatt, ami nekem marhára gyanús volt, és ki akartam szagolni, hogy igazat mond, vagy nem mond, azóta már szétváltunk, de amikor virágzik a hársfa, akkor csupa takony vagyok. Nos, mit kell akkor lezárni? Ki kell vágni a hársfákat? Vagy ki kell írtani az összes parlagfüvet? Nem, kérem szépen, le kell zárni a gyanút. És a jobb félni, mint megijedni program helyére, be kéne tenni azt, megfordítom, hogy jobb bízni, mint félni. Megkérdezek itt mindenkit, a több mint 300 embert. Mi a vélemény? Hogy jobb élni? Félelemben vagy bizalomban? Én a másodikat választottam. Köszönöm szépen, jól vagyok. 27 éves semmilyen betegségem nem volt, és nem is lesz. Ennyire egyszerű a dolog, mert a félelem az az egyetlen halálos betegség. És ha a félelemnek a hátterében ugye a gyanú van, ki akarom szaglászni, utána akarok járni, akkor kérem, ez lesz. Akinek krónikus rinitisze van, az mindig megnézi, hogy jól adták-e össze a tételeket a boltban, a hosszú dolgot összeadja, nem mindegy. Ha be akarnak csapni, úgyis becsapnak. Szóval az minden, az elolvassa az apró betűs részt. Én nem mondom, hogy azt nem kell elolvasni, főleg egy banki szerződésnél nagyon el kell olvasni az apró betűs részt, de akinek ez az állandó túlélő programja, hogy mindennek százszor utána néz, az vissza fog menni még kétszer, hogy vajon elzártam a csapot, vajon kihúztam a konnektorból a vasalót, vajon a gáz nem maradt égve, a vasalót nem hagytam bedugva. Tehát ezek olyan dolgok, hogy az életünkbe, az életünket meg tudja keseríteni, mert folyamatosan valamilyen félelem az, ami minket egyfolytában a markában tart. Mi a véleményed erről, Réka? Azt hiszem, hogy a bizalom az alapjában véve bennünk van, csak túl sok csalódás, túl sok keserűség, túl sok olyan helyzet jött közben, most tényterítsünk el. Igen, azért fog. Amiben valahogy ezt a bizalmat visszamondtuk. Igen, mert csalódtam egyszer, és én eldöntöttem, hogy innentől nem hiszek senkinek. Így van, viszont akkor, amikor folyamatosan ezt a programot tartom fel, hogy a legközelebb nem bízom már meg senkivel, mert lám, bíztam és becsaptak, akkor gyakorlatilag ezt a bizalmatlanságot nem csak a körülöttem élő összes emberre vagy lényre kiterjesztem, hanem önmagammal szemben is, mert hát ha így becsaptak, akkor én egy nagyon naív ember vagyok, és folyamatosan vigyáznom kell arra, hogy nehogy sérüljek, nehogy újabb konfliktusba kerüljek. Az a gond, hogy ez egy természet
ti természetünkké válik. Pont ezt akartam mondani. Igen. Személyiségünk jegyévé, jellemzővé válik, és gyakran hiszük azt, hogy az intellektuális ember attól intellektuális, hogyha tudja, hogy mitől kellene félnie. A félelem magatartás, amit oly sokszor és oly sokan folytatnak, igen, ez csupán arra fog rávilágítani, hogy mi az a pont, ahol kicsaklik a bizalmunk. Mert gyakran már a gyerekkorban nem bízunk a felnőttekbe. Gyakran már az a gondunk, hogy becsaptak, kezdjük itt azokkal a mesékkel, amikkel a gyerekeinket néha azokkal a történetekkel, amelyekkel folyamatosan egymást ellátjuk. Nagyon izgalmas az, ahogyan bizonyos helyzetekben a bizalom kérdése családon belül sincs meg. Ez az. Egy kapcsolaton belül sincs meg. Igen, és folyamatosan titkolózunk, hogy várjuk a megfelelő pillanatot, hogy most nem képes rá, most fáradt, most nincs erre befogadó képessége. És pont itt van a kutyálásban, mert azt gondoljuk, hogy hát majd egy másik pillanatot kell erre kivárni, másik helyzetet, másik alkalommal fogjuk ezt elmondani, de akkor, amikor elkezdünk egy kicsit így, én erre a helyzetre azt a kifejezést szoktam használni, hogy sunnyogni, hogy elsunnyogjuk a választ, az őszinte, egyenes, konkrét, igen-nemes választ a kérdésre, ezek azok, amelyek bizalmatlanná tesznek. És ha folyamatosan bizalmatlan vagyok, akkor teljesen mindegy, hogy mi váltja ki a bizalmatlanságom témáját, hogy meg fogja felelni a gyermekem az új osztályába, be fogja tudni illeszkedni. Megyek-e neki több 10 000 forintos iskola felszerelés, lesz-e rá szüksége, vagy kinövi a gyerek, amíg a szekrénybe csücsül. Egyáltalán lesz a tornaórájuk, vagy lezárják megint a tanítást, és nincs tornaóra. Hogyan fog boldogulni ebben a megváltozott környezetben? Mit fog tenni a párom, ha? Mi lesz akkor, ha? És rengeteg bizonytalanságot, rengeteg kiszimatolni valót látunk most a palettán, és szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy maga a hírek kutatása, hogy na, mit mondanak, már lassan olyanná válik ez a pénteki híradás, mint a Szabó talált, hogy mindig egy újabb epizód következik, és várjuk izgalommal, hogy mi fog történni. Mit mondta a nagyvezér? Akkor is a bizalmatlanságot tudnám megjeleníteni, amikor az alternatív hírekben keressük az igazságot, mert rájövünk, hogy a propaganda gépezet az ott is dolgozik. Nem feltétlenül a mi javunkat és fejlődésünket célozza meg az egyoldalú, egysikú híradással. Teljesen mindegy, hogy mibe ásom bele magam, teljesen mindegy, hogy mitől vagyok elbizonytalanodva, mit szeretnék kiszimatolni a híradásokban lévő igazság magvakat, vagy az, hogy a partnerem megcsalál, van-e valaki-e, tetszik-e neki valaki, miért hárítja a jelenlétem közelséggel, miért fordul el, miért teszi ezt, miért mondta azt, miért nem volt ott akkor és amikor, mit csinál a gyerekem, vajon kivel van, kivel csak el. Ezek azok a dolgok, amik folyamatos, ki akarom szaglászni, ki akarom szimatolni, tudni akarom, hogy honnan lesekedik rám a potenciális veszély. Ezt kellene mindenképpen felülírni. És tudok-e változtatni azon, aminek a lehetőségét folyamatosan ki akarom szimatolni? Fel tudok-e készülni minden lehetőségre? És ha a válasz nem, akkor megint felteszem a kérdést. Van-e értelme folyamatosan elővetíteni valamit, ami még nincs jelen az életünkben? Mi akkor, mi történik akkor, ha kiszimatolom azt, és tényleg úgy van, ahogy? Tudok-e ezen túl bármit tenni ezzel a helyzettel?
És akkor itt jön az alapvető kérdés, hogy az, akinek visszatérő programja van, akár orr, akár bármilyen daganat, újra meg újra megjelenik. Mi a kérdés? Nem találom a konfliktusom. Erről volt egy külön webkonferencia, hogy miért nem találom a konfliktusomat. Mert ebben az esetben a gyanakvás átment viselkedésé. És nem az a kérdés, hogy mikor gyanakodtam én először, 6 hónapos koromban vagy 3 éves koromban, hanem az a kérdés, hogy meddig fogok úgy élni, hogy még mindig gyanakodom. Amikor leállítottam a gyanakodást, akkor leállítottam a programot. A biológiám a pillanatra reagál, nem a gyermekkoromra. De én a gyermekkoromat most is behozom, akkor most is arra fog reagálni. Tehát ezért értsük meg, hogy amikor nem találom a konfliktusomat, de a táblázatból tudom, hogy mi a konfliktusnak a témája, akkor magát a konfliktust teszem feleslegessé. További részletek a 3 napos képzésen. Én arra szeretném kérni, hogy az útmutató az egészséghez című kiadványban minden fejezet után van ilyen vagy olyan konfliktus típusok margójára, hogy a gondolkodást, az egysíkú gondolkodást, hogy mindig le akarjuk fordítani arra, hogy jön veszély, nem jön veszély. A folyamatos bizalmatlanságot hogyan tudnánk megállítani, már az egy óriási biztonságot jelent számomra, hogy tudom, hogy a biológiai testem nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. Hol hallottad ezt a bölcsességet? Voltam egy German képzésem. Mindig egyen. Mindig egyen. Igen, köszönöm szépen, Réka, a kiegészítésedet, mert nagyon jól rámutattál arra, hogy miért nem találom meg én a konfliktusomat, mondjuk a parlagfű allergiám konfliktusát, vagy bármilyen légúti allergiámnak a konfliktusát. Tehát itt van a kutya elásva. Na most, amikor ez a bűzkonfliktus, tehát ez a gyanakvás hosszabb ideig tart, mélyebben élem meg, akkor mélyebben is hat. Mégpedig hol? Hát itt az orr mellék üregek nyálkahártyáján fog elindítani ugyanúgy konfliktus aktív fázisban sorvadást, érzéketlenül. A megoldásban jön a nyálkahártya duzzanat és az exudáció, vagyis a folyadékképzés, epileptoid krízis és hegesedés. Na de kérem szépen! Mondtam, hogy ez mélyebben érintett, hosszabban érintett. Ha ebben az esetben kötőszöveti sejtekig lement a sorvadás, és azoknak a megoldása során megjelennek már a baktériumok, mert a kötőszöveti sejteknek a megoldásánál ezek ott vannak, hát akkor gennyes lesz a takonycsókolom, és nem vízszerű lesz. Ennyire egyszerű a történet. Na most, ha én ezt függő gyógyulásba teszem, akkor ki fog alakulni? Itt van az orr melléküreg polip, amit itt láttunk ezen a képen. Vagyis miért alakul ki? Mert először bontottam egyet, és aztán építek, 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 és egyre több nyálkahártyát építek vissza, és ezt a nyálkahártya többletet fogják orr melléküreg polipnak nevezni. Na most, ehhez tehát mit kell csináljak, hogy egy orr melléküreg polipot legyártsak, csupán erős és folyamatosan fel nem oldott gyanúban kell élnem. És garantáltan mindenkinek lesz polipja, attól függetlenül, hogy milyen diplomája van, milyen végzettsége van, vagy járt-e tengerparton, vagy nem járt, vagy beleugrott a polip, vagy kimászott belőle a polip. Szóval, értsük meg, hogy itt nagyon konkrét dolgokról van szó. Eddig tehát miről beszéltem? Arról a beszéltem, hogy ha valamit ki akarok szagolni, akkor nyálkahártya programot indítok. De mi van akkor, amikor nem akarok kiszagolni valamit? Vagyis már elegem van a gyanakvásból. Már annyi mindennel kéne foglalkozni, hogy most már kész elegem van, na akkor fogom blokkolni a szagoknak az érzését, és ez lehet részleges, vagy lehet teljes. Na de voltam én katona, és bekerültem télen az őrségre, a tiszta levegőre, ahol elviselhetetlen volt az emberszag.
Meddig? 5 percig. 5 perc múlva már kikapcsolta a biológiám ezt a kellemetlen szagnak az érzékelését, kiiktatta, és onnantól már az volt a lényeg, hogy melegbe vagyok, és nem kint vagyok a hidegbe. Tehát ez megint egy túlélő dolog, ami hat átmenetileg a szaglásnak a központjára. És itt megint, mivel már ugye exodermában vagyunk, van anyagyerek és partner oldal, ha megélem a gyanakvást anyagyerek és partner oldalon is, akkor ki fog alakulni a szaglási halucináció. Tehát a gyanú során megtapasztalt illatok megjelennek nekem érzésként akkor is, amikor semmilyen olyan illat nincsen a levegőben. Csak sínre kerültem, mondjuk egy látvány miatt, vagy találkoztam valakivel, és rögtön behozza ezt az illatot számomra. És akkor lehet, hogy azt mondom, hogy hát biztos a nagypapa itt járt, mert már frekvenciát váltott, mert éreztem azt a dohány illatot, amit ő szívott. Én nem teszem ezt, nem akarok ebből viccet csinálni. Lehetséges ilyen megélés is, de az is lehetséges, hogy biológiai szinten csupán arról van szó, hogy sínre került valami, ami engem a nagypapára emlékeztet, és behozta a hozzákötődő illatemlékét, hová? Az agyamba, és nincsen a környezetben. Na most a szaglás zavarokat a medicina gyönyörű, érthetetlen szavakkal nevezi meg, nyilván laikus ember számára, amikor már ugye tanultunk egy jó néhány dolgot, akkor már ezek a ismeretlen szavak teljesen érthetőek lesznek annak, aki a 6 évet végigcsinálta. A diszoszmia vagy paroszmia a szag jellegének hibás érzékeléséről szól, tehát felismerési zavarról szól. Miért? Mert elegem van abban, hogy semmit nem lehet biztosra venni a kapott információból. Láthatunk itt mostanában divatos képet, ugye, nem kell magyarázat hozzá, csak azt szeretném megmondani, hogy ez a bizonyos pálcika itt meghajlik, és hova fog hatni, bocsánat, rosszul rajzoltam, itt az orrnak az alján meghajlik, és ide föl fog hatni, mégpedig, ahol a bulbus olfactorius van, vagyis itt, ahol a szagló agy van, és tehát nagyon, de nagyon közel vagyunk, ha itt benyúlunk az orrba, tetszik látni, benyúlunk az orrba, egyenesen képesek vagyunk a rostacsonton keresztül elérni az agynak a szagló gumóit. Ez bizony veszélyekkel járó történet. Na most abban az esetben, amikor teljes szaglászavar alakul ki, akkor itt egy hatalmas félelmet éltem meg attól a gyanútól, ami bennem van. Nem elég, hogy gyanakszom, de még nagyon is félek tőle. És ez fogja kiiktatni a szaglás érzetemet, és ez fog szaglásvesztéshez, tehát anoszmiához vezetni. Tessenek elgondolni, hogy az elmúlt, hát hogy mondjam, másfél év alatt, tavaly március 16-ától mostanáig, 2021. augusztus 31-ig, hány alkalommal éltünk meg hatalmas félelmeket olyan dolgoktól, amik gyanúsak voltak nekünk. A szaglásnak a gyengülése, vagyis a hiposzmia, az abból lesz, hogy függő gyógyulásban van egy ilyen konfliktus, tehát fel nem oldott konfliktus miatt csökken az én szagló érzékelésem. Viszont, mikor konfliktus aktív fázisban maradok, akkor fokozott lesz a szaglás érzékenységem, mert a konfliktus aktív fázisban van a biológiai értelem, az a lényege, hogy képes legyek kiszagolni, mit azt a bizonyos bűzt, azaz azt a bizonyos gyanús dolgot, ami miatt bennem félelem van. És akkor jönnek itt a néhány megjegyzés, amit ugye az akadémikus orvoslás
hozzád köt, mondjam úgy, hogy mint egy csokor virágoz, mikor egy néhány zöldet is beleteszünk, hogy szebb legyen a csokor. Ugye a migrén során jelentkező túlérzékenység a szagokra. Na, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor megéltem azt a félelmet, hogy valami újra bekövetkezik, ami már régen bekövetkezett, mert ugye ez a migrénnek a lényege, akkor még ki akartam szagolni a veszélyt. Tehát kialakul a túlérzékenység a szagokra, és akkor ez a migrénnek lesz a kísérő tünete. Hát csak azért, hogy ne legyen olyan egyszerű a migrén. Vagy az epilepsziában jelentkező szagélmények miről szólnak? Az epilepszia azt jelenti, hogy van egy igencsak szorult helyzetem, ahonnan el szeretnék menekülni, benne van az ige, el szeretnék innen menni, el szeretnék innen szakadni, tehát elszakadni, elválasztódni, minél távolabb, és elmenekülni, vagy szépen elfutni. Na most, tehát van egy mozgás és egy elválasztási konfliktus együtt, és az epilepsziás krízisben, az epileptoid krízisben az történik, hogy ez kerül megoldásra. Tehát egy motoros és elválasztási konfliktus. De én, amikor én ezt megéltem együtt, akkor bizonyos illatok is jelen voltak, és ezeknek az illatoknak a hatására én már képes leszek újra epilepsziás görcsrohamot csinálni. Mondjuk, ha a templomból szerettem volna kimenekülni, mert veszélyesnek éreztem azt a helyzetet, ami ott kialakult, akkor a tömjénfüstnek az illatára ez az epilepsziás görcsroham el fog indulni. Csak hogy mondjak egy konkrét példát. Az alkalmazott gyógyszerek is befolyásolják nyilván a szagokat. A szaglásnak vannak olyan gyógyszerek, amelyek konkrét szaglászavart vagy szaglásvesztést okoznak, de ez nem tartozik a germánygyógytudomány tárgykörébe. Egyezünk meg, hogy a fizikai szintű problémák, tehát mert mérgezem magam, mert sugarazom magam, hogy még sugárzóbb legyen a tekintetem, mert kemoterápiára járok, hogy az illatom már az utca másik oldaláról is érezhető legyen, mert a kemoterápiájára járó embereknek van egy jellegzetes illatuk. Már az illatukról föl lehet ismerni, hogy kemóra járnak, nem kell még a hajukat elveszítsék, a bőrükön keresztül jön a méreganyag illata. Vagy ott van, hogy nem táplálkozok rendesen, ott vannak a balesetek. Ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Egy baleset következménye viszont igen, ha valaki egy baleset után, 28 év után se oldotta fel azt a konfliktust, amit mellékesen utólag megjött a baleset következtében, akkor ne a balesetet hibáztassuk, csak utalok megint egy levélre, amire a mai nap válaszoltam. Nos, akkor ha ezt így megértettük, a szaglással kapcsolatos dolgokat, akkor nagyon egyszerű lesz az ízérzés zavaroknak is a megértése, mert azért a szag és az íz az kapcsolatban van egymással. Erre a két dologra hatnak a gasztronómiai cuccok, az íz és a szag. Mindent egyszer megszagolunk, mondjuk a borászok is először megszagolják azt a bort, körbelötyögtették, aztán megkóstolják. És összekötik az illatot és az ízt magukban, és ez fog kialakítani egy véleményt arról, hogy ez milyen bor. Nézzük meg, milyen fantasztikusan le tudják írni a borászok egy-egy bornak a jellemzőjét. Na most az ízérzés zavaroknál, ugyanúgy, mint a szaglás zavaroknál, a teljes ízérzés elvesztése ugyanolyan konfliktus, csak ízre vonatkozik. Nem szeretném ismét ugyanazt érezni, mert hatalmas félelmet éltem meg akkor, amikor azt a bizonyos ízt éreztem. És ez leblokkolja az ízérzékelést. A hipó, tehát a csökkent ízérzékelés, az ugyanúgy, mint a szaglásnál, a fel nem oldott ízkonfliktusok miatt függő gyógyulás, és csökken az ízérzék, az íz érzékenységem. Amikor fokozott az ízérzékenységem, akkor nagyon ki szeretném találni az ízeket, programot futtatom, mondjuk, ez viszont, ez egy nagyon jó dolog annak, aki borkóstoló.
Tehát arra fokozottan figyel oda az ízekre, az illatokra, és ez azzal fog járni, hogy nála ez az egész, mondjam úgy, hogy idézőjelben szakmai ártalomként ki tud alakulni. Mert erre figyel, és ugye tudjuk, hogy amire figyelsz, ott a valóságot. És van a diszgeúzia, vagyis a torz érzékelés, amikor megeszek valamit, és mellette fémes, vagy sós, vagy avas mellékízeket érzek, senki más nem érzi, csak én érzem. Miért? Mert ezekhez az ízekhez köt engem egy konfliktus, és csak sínre kerül. Vagy van itt is olyan, hogy ízérzékelési halucináció, ami sinek jelenlétében megjelenik. Vagyis összefoglalva, a DHS mindig az, hogy ez az íz kellemetlen számomra. Aztán a konfliktusnak a mértéke, a programnak a kifutása, hogy konfliktus aktívban, vagy függőgyógyulásban van, vagy éppenséggel milyen egyéb sínek kötődnek hozzá, ez meg fogja határozni, hogy ebből a sok érdekes szóból mit fogunk diagnózisként leírni, de mit kellene megoldani? Hát még mindig azt a félelmet, hogy egyszer ért engem egy kellemetlen íz, és akkor eszembe jut olyan videó, amit kitesznek Facebookra, és felnőttek azon nevetnek, röhögnek, hogy egy gyerekkel megkóstoltatnak egy kellemetlen ízt, és akkor a szegény gyerek így összerázza magát. Hát bocsánatot kérek, ezek nem felnőtt emberek, akik azon szórakoznak, hogy kellemetlen ízkonfliktust okoznak a gyerekeknek. Egy életre befolyásolják az ízérzékelésüket, egészen egyszerűen csak erről van szó. Na most az ízérzékelés nem olyan egyszerű, mint a szagérzékelés, annak megvan az egyes számú agyideg, a szaglóideg, a szaglóhám, van benne a szaglóideg végződés, és rögtön az agynak az alapján van a szaglóhám. Na de itt mi van, kérem szépen? Itt az van, hogy az inzulában van az ízérzékelés. Ha itten én csinálok egy keresztmetszeti képet, így, akkor fogom látni ezt a képet, és azt látjuk, hogy itt az agynak van egy betűrődése, van egy eldugott kis szigete, majd visszajön és folytatódik az agykéreg. Na ez az eldugott kis sziget, az inzula, ugye szigetek jelent, és hogyha ezt most itt hosszanti metszetben nézem, tehát most meg így húzok egy vonalat, akkor ezt a képet fogom látni, ami itt van alól, és itt látjuk az inzulát, mondjuk most már szemből zöld színnel körbejelölve. Csak azért hoztam be, hogy azért tudjuk elképzelni, hogy hol van az ízérzékelésnek a központja, és ide az ingerületet a 6., a 9. és 10. agyideg vezeti, az ízlelő bimbók azok alakítják át azokat a kémiai anyagokat ízérzetté, vagyis ízingerületté, és az érzet majd itt az agyban fog kialakulni. Ez nagyon-nagyon szép és nagyon gyönyörűen ki van építve, nagyon jó, hogy ezt így felfedezték, leírták számunkra. Én úgy gondolom, hogy az ízérzés zavarok és a szaglás zavaroknak a megértésénél nagyon oda kéne figyeljünk arra, hogy kizárjuk a gyanút az életünkből. Vagy ha megjelenik, akkor 2 perc alatt zárjuk is le. A mai előadásnak is a lényege az volt, hogy rádöbbenjünk arra, hogy a germán gyógytudomány alapja megértéshez, megelőzéshez és a megoldáshoz. Kérem szépen, a germán gyógytudomány tudomány, ezt ne felejtjük el, mert reprodukálható, mert összehasonlítható és mert előre jelezhető. Tehát nem allergiát okozó növényeknek az írtásával kéne foglalkozni, hanem a bűzkonfliktusoknak a megoldásával. És hogyha a legjobb megelőzés, ugye, mint már szóltam, az érzelmi megoldás, lezárni a napokat békével, és akkor ki se tudnak alakulni hosszú távon ezek a kellemetlen történetek. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét.